Életveszélyes a hármas metró több helyen is, ezt állítja egy karbantartó munkás. Szerinte bármikor, bárhol történhet baleset. A főpolgármester elrendelt, hogy azonnal vizsgálják át az egész metróvonalat, és amíg el nem készülnek, korlátozzák a metró sebességét. A budapesti közlekedési központ szerint a metró nem életveszélyes, bár a felújítása szükséges lenne. A tények riportja után Vitézi Dávid vezérigazgatóval folytatjuk a mokkát. Újra korlátozták a hármas metró sebességét, most 40-nel mehetnek a szerelvények, a következő hetekben ugyanis az egész vonalat felülvizsgálják. Egy a hármas metron dolgozó karbantartó munkás ugyanis mások mellett az Indexnek elküldött levelében azt írta, életveszélyes a szakasz. Idézem, az alagútban egyre több helyen tapasztalható szivárgás, a vágányok több szakaszon is életveszélyesek, már a 40 km per órás korlátozás sem segítene, és a népligetihez hasonló baleset bármelyik állomáson bármikor előfordulhat. Múlt héten a Népligeti állomásnál vették észre, hogy kitört egy sínfej. A Metroért Egyesület elnöke akkor azt mondta a tényeknek, hogy a vonal nem biztonságos. Vágányzatnak, a alagútnak az aljához való rögzítése nem biztonságos. Az egyik BKV szakszervezet vezetője azt mondja, ő is hallotta a kollégáitól, hogy a sinek rossz állapotban vannak. Azért is kell a lassítást bevezetni ezeken a szakaszokon, hogy a sin ne tudjon úgymond szétmenni, tehát a maga a, kerekek ne tudják szétolni, ne tudjon leugrani adott esetben a jármű ezekre a sinekről. Arra a kérdésre, hogy van-e az utasoknak félni valója, azt mondta, ő bízik a kollégáiban, akik karban tartják a szakaszt. A városvezetés a budapesti közlekedési központtal együtt azt állítja, a vonal nem életveszélyes, bár a felújítása szerintük is időszerű. A stúdióban a vendégén vitézi Dávid a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgató. Jó reggelt kívánok, kívánok! Köszönöm Kéna. szépen, hogy elfogadta ön is a meghívásunkat. Az ön szájából szeretném hallani azt a fajta kérdésadott választ, hogy veszélyes-e, életveszélyes a hármas metró, vagy sem. A hármas metrón vannak olyan feladatok előttünk, amiket csak felújítással lehet kezelni, Nyilvánvalóan ez a felújítás csúszik, az a nőnek a kockázatok, de életveszélyességről nincs szó hármas metró esetében. Itt azért, ha összerakjuk ezeket a híreket, akkor egy névtelen, levél az, amiről beszélünk, illetve itt, ha jól látom, a cinkotai autóbuszvezetők szakszervezeti vezetője nyilatkozik a hármas metró állapotáról. Én értem, hogy ez egy olyan téma, amihez könnyű hozzászólni. Tegyük de... hozzá, nem, nem, ő írta azt a levelet, ami ugye úgy híresült el, ha, hogy egy karbantartó kiírta. írta. Ő írta? Kiírta. A cinkotai. Kiírta azt a levelet? De ő írta? Hát én mit tudom, hogy ki írta. De... Egy névtelen levelet fölfújtak, én örülök minden jó szándékú levélnek, abban a levélben sok olyan dolog van, amiből lényegében kizárható az, hogy e, e, azt olyan ember írta, aki ezzel aktívan foglalkozik, e, de ezzel együtt azt gondolom, hogy minden kockázat... Várjon, tehát ön szerint nem a hármas metró egyik karbantartója írta ezt a levelet. Én nem tudom megítélni, azt tudom, hogy olyat, állít, olyat állít, ami nem igaz, hogy mi e, azt keressük, hogy ki miatt, felel, személyi felelőst keressünk, hogy a népligetnél történt eset, ki miatt történt, ez nem igaz. Ez, ez nem kicsit Dávid, hogy szerintem miért sántít. Ha tényleg önök komolytalannak tartják ezt a levelet, akkor Tarlós István a levél nyilvánosságra hozatala után miért rendeli el ezt a felülvizsgálatot? Azt gondolom, főpolgármester úr fog ma egy témában sajtótájékoztatót tartani, nem mennék elébe, de azért azt lássa, hogy az elmúlt időszakban valóban történtek esetek, amikkel foglalkozni kell. Ezek komoly incidensek, de az, hogy egy metrón történik egy incidens, amivel foglalkozni kell, és az, hogy életveszélyes egy vonal, azért ezek fokozatok. Történt a néplégetnél egy álmenyezett darabnak a leszakadása, volt egy sínfejtörésünk, és múlt héten már nem kapott akkor a publicitást, de volt megint egy füstölés a hármas metrón. Tehát az, hogy a hármas metró állapotával aktívan foglalkozni kell, azt gondolom, hogy ez természetes, és ezt tesszük is. És főpolgármester úr egyébként mindenféle levelek meg egyebek előtt már múlt hét kedden is kiadta azt az utasítás számomra, amivel abszolút egyetértünk, és ezt ennek az előkészületét megkezdtük, hogy egy következő felülvizsgálat történjen meg. És ne felejts el azt, hogy a fővárosi közgyűlés tavaly nyáron döntött arról, szintén főpolgármester úr javaslatára, hogy a járművek a 30 év metró szerelvényeknek egy átfogó vizsgálata történjen meg. Felkértük Magyarország két legjobb Műszaki Egyetemét, a Budapesti Műszaki Egyetemet és a Győri Széchenyi István Egyetemet, átvizsgálták a szerelvényeket, adtak egy új protokollt, egy új technológiát, hogy hogyan kell a 30 év fölötti szerelvényeket felülvizsgálni, minősíteni, karbantartani, és e szerint járunk el. Átalakítottuk a tűzvédelmi rendszerét a hármas metrónak, olyan új autóberendezések kerültek be az ominózus eset után, amikor szerencsére nem sérült meg senki, de valóban a rádióberendezésből indulva volt egy tűz az egyik nem forgalomban lévő vagy nem utasokat szállító szerelvényen, ami azt szolgálja, hogy ha bármi hasonló történik, akkor még a tűzoltók előtt el, el tudjuk oltani a tüzet. Én nem azt mondom, hogy nincsen baj a hármas metróval. Ha nem lenne baj vele, akkor nem adtuk volna be hatszor Tarlus István is, és a BKK is azt az uniós pályázati dokumentációt, amivel azt kérjük, hogy kapjunk uniós forrást ennek a vonalnak a felújítására. A hármas metró felújítása közel, vagy akár meg is haladhatja, 100 milliárd forintba kerül. Itt azt a kérdést érdemes föltenni, hogy miért nem történt ebben semmilyen előkészület 2010 előtt. A BKK létrejötte után kezdtük először a pályázati dokumentációt. Egy vonal nem egy-két hét alatt romlik le ilyen állapotra, és azt is mindenki tudhatja, ki ezzel foglalkozik, vagy műszaki jártasságú, hogy egy ilyen vonal felújítását előkészíteni egyszerűen két-három évnél rövidebb idő alatt nem lehet. Fizikai képtelenség. Mi, és mindjárt. még egy dolgot hozzá, szerkesztő, ha megengedi. Amikor arról döntött a korábbi városvezetés, hogy az összes létező ami uniós pénz, önrész, forrás elérhető, sokan fejták a figyelmét, én magam is bele egy másik szerepben, másik székben, hogy nem lehet egy olyan állapotban, amikor romlik le az infrastruktúra, nem csak a hármas metrónak, ugyanilyen agályokat a kisföld alattiról meg lehetne fogalmazni, aminek 38 évesek, 39 évesek most már a szerelvényei, a hívjaink sincsenek kiváló csak a nem alagúti üzem, nyilván sokkal a figyelem hárul rájuk. Nem lehet egyszerűen azt csinálni, hogy hagyjuk elhanyagolni és leromlani az összes vonalat, és minden pénzt a négyes metróba teszünk. Ez történt, és ennek isszuk most a levét, és próbálunk ebből kijönni, ezt a lemaradást behozni, de ez nem lehet egy-két év alatt. Na, ez nagyon szép, hosszú kartes beszéd volt, Vitézi De azzal, hogy most önök is felővizsgálják hogy a hármas metró állapotát az utazók közönség Budapesten, mit fog érezni ebből túl azon, hogy helyenként 30-40-nel mernek csak ugye a szerelvényekkel közlekedni? Amit ön állít, hogy um, sebességkorlátozások vannak, az éppen azt támasztja alá, hogy az intézkedések megtörténnek. Tehát van egy kiváló visszaki menedzsmentje a BKV-nak, azt gondolom, hogy a legjobb ilyen szakemberek ott dolgoznak, akik ilyen típusú üzemeltetésben jártasak ma Magyarországon. Ha szükséges, akkor elrendelik a sebességkorlátozásokat, megteszik az intézkedéseket. Én ezt nem mondom, hogy ez kellemes. A felújítás mi hamarabb meg kéne kezdeni. Mi, amit feladatot kaptunk, elvégeztük ez ügyben, előkészítettük ezt az uniós dokumentációt, beadtuk ennek az elbírálása folyik. Én bízom benne, hogy mi hamarabb pozitívan elbírálják, és meg tudjuk kezdeni. Valóban sebességkorlátozások és ilyen típusú kényelmetlenség van a hármas. Én, metről, én nem mondom, vagyok, hogy minél gyorsabban nézzenek utána, hogy milyen állapotok uralkodnak ott a hármas metronál, mert ugye senki se örülne annak, hogyha valamilyen súlyos baleset történne. Azért, hogy beszéljünk némileg valami jó dologról is, valami plusz dologról is. Ugye az egyes és a hármas villamos útvonalát ugye egyfelől felújítják, másfelől pedig ugye az egyesét ugye meg is hosszabbítják. Mikor a várhatók ezek a fejlesztések? Um, ugye az egyes villamos is nagyon leromlott állapotok között közlekedik, ott is 10-20 km/h sebességkorlátozások vannak végig az Árpád híd környékén lévő szakaszon. Itt a teljes pályafelújítást tudjuk végrehajtani, és átvisszük a villamos Budára a Rákócidon keresztül, illetve felújítjuk a még egy kintebbi körgyűrű a hármas vonalát. Ez egy több mint 40 milliárd forintos villamosfejlesztés, amit 2013 tavaszától tudunk megvalósítani, tehát jövő tavasszal indul ez a kivitelezés, és ami nagyon fontos, hogy 94%-ban Európai Uniós forrásokból valósul meg. Sajnos már csak rövid időnk marad, de muszáj erről kérdezem, Vitéz úr, dugódi. Igen. Jövőre tervezett június 30-a vagy július 30-a, Talos István szerint? Július 1 szerepel a kormány főváros megállapodása. Ön szerint a dugódi megvalósítása erre a dátumra reális-e? Lesz-e dugódi Budapesten? Nézze, Magyarország és Budapest egy szerződésben illetve egy vállalásban az Európai Unió felé azt vállalta, hogy 13 végéig a dugódiat bevezeti Budapesten, ez 2008-ban az akkori városvezetés tette, és ha ezt nem tesszük meg, több pénz kell, mint a hármas metró felújítása kétszer, mert a négyes metró teljes uniós Igen, támogatását nem, lesz be, kell július július 2000, be kell vezetni, 2013-ig, 2013 során, mert ha ezt nem tesszük meg, elvesztjük a négyes metró uniós támogatását, és ezt a vállalást nem mi tettük, hanem 2008-ban az akkori vezetés. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a szavaiból, azt éreztem ki, hogy lesz, csak nem július elsőjén. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt.